Sziasztok! Az elti tech percekben ismét kamerateszt fog következni, de most nem egy, hanem egyszerre kettő is. Az egyik telefon a tavalyi Huawei csúcsszériája lesz, a Mate 20 Pro, a másik pedig az idei Samsung csúcsmobil, az S10. Néhány héttel ezelőtti videómban már teszteltem a Mate 20 Pro-t, akkor az S9 Plus-szal hasonlítottam össze. Ott az jött ki eredménynek, hogy a selfie kamerája a Huawei az sokkal jobb volt, viszont éjszakai módban a Samsung jobban teljesített. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy az S10-es az felül tudja elmúlni a Mate 20 Pro. És akkor kezdjük a kamerákkal. A Huawei-be egy 24 megapixeles előlapi kamera került, hátul van egy 40 megapixeles főkamera, egy 24 megapixeles ultraszéles és egy 8 megapixeles telefotó. Az S10-ben idézőjelesen csak 10 megapixeles előlapi kamera került, hátul van egy 12 megapixeles főkamera, egy 12 megapixeles telefotó és egy 16 megapixeles ultraszéles kamera. Amit még fontos tudnotok, hogy végig kézbe fogom tartani a telefont és mikroportot sem fogok használni. Na, kezdjük akkor a selfie kamerával. A Huawei-be egy 24 megapixeles került, ahogy már mondtam, a Samsung-ba viszont 10. Ám a Huawei csak 2160x1080p-ben képes rögzíteni, míg a Samsung már képes 4K 30fps-ben. A korábbi tesztemnél a Mate 20 Pro jobban vizsgázott, mint a Samsung. Hát majd most meglátjuk a gépen, ha visszanézem, hogy melyik a jobb. Én megmondom őszintén, most a telefon kijelzőjében én azt látom, hogy hiába a kisebb felbontás, a Huawei az szerintem jobb. És hogy egyenlő feltételekkel is tudjuk tesztelni, átállítom a Samsungot is, meg a Huawei-t is Full HD-ra. A Samsung kamerája még képes 19:9 arányban 2288x1080 pixel felbontásban videót rögzíteni, valamint egyaránylik az 1-hez 1440x1440 pixel felbontásban. És már csak egy dolog maradt hátra, hogy mozgás közben is megnézzük, hogy milyenek az előlapi kamerák. A hátlapon a Mate 20 Pro az alábbi felbontásokat támogatja. Amint látjátok, 4K 30fps-ben van, Full HD-t 60fps-ben kapjuk, és vannak egyéb kisebb felbontások. A Samsung legjobban annyiban tér el, hogy 4K-t 60fps-ben is kapunk. Full HD 30fps-en a Samsungban van még egy ilyen szuper képstabilizátor, ami még jobban kiegyenlíti a remegést.
4K 60 FPS-ben nem érhető el a széles látószög, hiszen 4K 30 FPS-ben van a Samsungnál. És akkor összegezzünk. Kezdjünk a selfie kamerákkal. A Samsungnál sokkal élesebb volt a kép, mint a Huawei-nél.
Az előző videónál ott még a Mate 20 Pro lenyomta az S9 Plus, de most azt kell, hogy mondjam, hogy az S10 ebben is jobban teljesített. Életűbbek voltak a színek, sokkal jobb hangot vett fel, tehát hogy Dunaparton voltam, és ott eléggé fúj a szél, és a Samsung ezt jobban tudta korrigálni a szélzajt, mint a Huawei. És amikor a Dunát, meg ugye a Budát videóztam, akkor ott sokkal élesebb volt az S10-es, mint a Mate 20 Pro. Aztán ott volt a hátlapi kamera. Itt is ugyanazt tapasztaltam, hogy a Samsungon sokkal szebbek a színek, élethűbbek, tehát a valósághoz sokkal közelebb állnak. Ugye a Samsung az 4K 60fps-ben vesz fel, úgyhogy már ez is mellette szól. Igen, a selfie kameráról még annyit, hogy ugye ott a 4K van S10-be, a Huawei-be pedig nincsen. Szóval hátlapi kamera. Amiben jobb volt szerintem a Huawei, az a beépített képstabilizátor. A lassított módnál itt is a Samsung szintén élesebb volt, valamint a lassítást azt nem vágtam meg, tehát látjátok, hogy a Samsung az sokkal hosszabban tudta rögzíteni, vagy meg lehet ugye visszajátszani 30 fps-ben, mint a Huawei. Széles látószögnél ott a Samsungnál volt már egy pici hordó effektus, ami a Huawei-nél nem jelentkezett. Na most ebből az is következik, hogy amikor néztem az alapmódot, a széles módot, vagy mondjuk a kétszeres zoomot, a Samsungnak a lencsé azok sokkal nagyobb teret belátnak, mint a Huawei-é, és ugye széles látószögnél itt meg picike hordó effektus jelentkezik. Ami számomra hát így visszanézve idegesítő volt, és ezt már az én telefonomnál is tapasztaltam, meg más Huawei-nél is, a Honor 10-nél, amikor azt teszteltem, hogy néha belaggol a videó. És egyszerűen nem tudom ezt hova tenni, hogy ez miért történik, tehát amikor svenkelek, akkor egyszerűen elkezd szaggatni is. És először azt hittem, hogy le van terhelve a memória, az én telefonomnak például kiürítettem minden videózás előtt, és ugyanúgy néha beszaggat, de ez a Mate 20 Pro-nál is jelentkezett. Nem tudom, ez barom idegesítő. Az éjszakai módnál ott is azt tapasztaltam, mint az előző videóban, hogy a Samsungnál sokkal melegebbek a színek, és talán kevésbé zajos, mint a Huawei-nél. Aztán fotóztam is néhányat, igaz, nem a fotózáson volt a hangsúly, de azért csináltam pár fotót. A képernyőkön, tehát amikor a telefonokon néztem vissza, úgy tűnt, mintha a Huawei sokkal jobb lenne, és nem rossz, tehát ne értsétek félre, jó minőségű, de szerintem a fényképezésben is sokat fejlődött a Samsung. Tényleg a Samsung azt gondolom, hogy az S10-essel nagyon oda tette magát. Igaz, ugye a Huawei-nél már kijött egy újabb telefon, a P30 Pro, és amint lesz rá lehetőségem, azzal is össze fogom hasonlítani a Samsung csúcs telefonját, mert az lesz az igazi komoly teszt, hogy a legújabb Pro kategóriákat viszonyulnak egymáshoz. Azt gondolom, hogy a Huawei-nél megvannak a visszatérő problémák, hogy az éjszakai mód az nem sikerül annyira jól, és az a laggolás, ami nagyon, nagyon bosszantó tud lenni. Hát remélem, hogy ez már például a P30 Pro-ba ki lett küszöbölve, de ha te lesz lehetőségem, tesztelem. Na, szerintem ez a videó már ennyi lenne, remélem tetszett az összehasonlítás. Ha szeretnétek még hasonló témájú videókat látni, valamint új készülékek megjelenés előtti csomagolására és bemutatására lennétek kíváncsiak, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek be Facebookon, Instagramon, ott kaphatok információt, hogy milyen új videóval fogok jönni, és találkozunk hamarosan egy újabb videóval. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!